A múlt héten ünnepelte 60. születésnapját Ferjánc Attila, az MNAS elnöke, aki korábban 18 alkalommal nyert rallibajnoki címet, 1981-ben és 86-ban pedig Európa-bajnoki bronzérmes lett navigátorával, az azóta elhunyt Tandari Jánossal. Gyermekkoromban a kedvenc autóversenyzőm volt. Ennek a Renault Turbónak a képe sokáig díszítette a gyerekszoba falát. Mindig csendes alázattal pillantottam rá. Épp úgy, mint az autó pilótájára, amikor a közelébe férkőzhettem egy Sangorali alkalmával. Számomra Ferjánc Attila volt az autóversenyző. Ferjáner Attila néven anyakönyvezték. A magyar autósport történetének legeredményesebb versenyzője. 1964-ben tűnt fel a Műegyetem előtt rendezett ügyességi viadalon, egy ezres Warburg volánjánál. Bedöglött a sebváltó, nem volt más választás, mint a hátramenet. És a fennmaradó részét az ügyességinek hátramenetbe tettük meg. Végül harmadik lett. Dvorszky Nándor akkor megjósolta. Ez a 18 éves fiú egy ős tehetség. A tehetségek viszont, mint tudjuk, néha elkallódnak. Ferjánccal nem így történt. 1966-ban lett először magyar bajnok, és pályafutása során összesen 18 ilyen címet szerzett, kivívva ezzel az örökös magyar bajnok címet. Egy évvel később az autóklub vásárolt 3 Renault 8 Gordinit, amiből egyet Ferjánc és akkori navigátora Zsemberi Jenő kaptak. A nemzetközi futamokon ezzel indulhatott a páros, majd jött a Renault 12 Gordini, és ezzel a 150 lóerős, ízig-vérig ralliautóval begyűjtötte az első EB-győzelmét a legendás kettős. Az azóta elhunyt navigátor így emlékezett vissza Ferjánc vezetési stílusára. Aszfalton soha nem voltak mellette, hát mondjam azt, hogy rossz érzéseim. Amit Schroederen tudott produkálni, az egyszerűen legyűközött. Schroederes pályákon keresztbe rakta úgy az autót, és az következő pillanatban már egyenesbe tudta hozni. Az mindig megdöbbentett, amit Schroederes pályán tudott produkálni. Két kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor törtem össze autót. Ebből összességében egyszer sem voltam fejtetőn. Ferjánc sokáig hű maradt a Renaulthoz, és a francia márka is a pilótához. A Gordinik után az Alpint, majd az erőt turbót terelgette látványosan, és ami a legfontosabb, gyorsan Ferjánc. Utóbbival a 200 lóerős hátsó kerékhajtású versenyparipával ért el pályafutása legnagyobb sikerét a pilóta. 1981-ben, akkor Tandari Jánossal az oldalán összetett bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon. A pilóta összesen 23 EB futamgyőzelmet könyvelhetett el, amivel sokáig rangelső volt. Sőt, a maga nemében az is csúcsnak számított, hogy 3 hét alatt 3 egymást követő EB futamon diadalmaskodott. Kétszer az akkori Csehszlovákiában, egy alkalommal pedig Lengyelországban. 1986-ban megismételte az Európa-bajnoki bronzérmet, az azóta elhunyt dr. Tandari Jánossal, igaz, akkor már egy 450 lovas Audi Quattro-t szelídítgetve. Ebben a csapatban bennünk volt, vagy lett volna több is, tehát el tudtuk volna érni az elsőt, és mindig úgy mondtam, ahhoz hasonlítottam, mint amikor az egyszerű ember kiszalad a pályaudvarra, és a vonat elindult az óra előtt, aztán hiába szalad utána a vonat, gyorsul, ő meg lemarad a vonatról, ez volt a vége nekünk is. Volt egy koncepció, a koncepció az volt, hogy szinten tartás. Na most az akkori vezetés, végül is aki neki hálás lehetek, az a harmadik helyet tartott a szinten. És ezért nem lett belünk sose első, pedig én úgy gondolom, hogy lehetünk volna Európában elsők is. Hát igen, a tehetségnek nem, a pénznek azonban szűkében volt Ferjánc, akit a magyar bajnoki futamokon Lancia Delta Integráléval, Ford Escorttal, majd egy Renault Megánnal is megcsodálhattak a szurkolók. A pénz, illetve annak hiánya végül felülkerekedett. Kicsit elfáradtam abban, hogy pénz után kelljen koslatni. Egyszerűen elfáradtam abban is, hogy egy fél órát ülök egy folyosón és várok egy menedzserre, aki tudom én 34-35 éves, várat egy fél órát, majd utána egy percen belül kiderül, hogy halvány gőze nincs az autósportra, és valószínű, hogy amikor én már magyar bajnok voltam, ő kővel dobálta az autókat. Az örökös rallibajnok csak a versenyzéstől vonult vissza, a szerelem megmaradt. Több mint 3 évtizeden át autókat vezetett, 1999 óta viszont a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséget. Elnök úr, erőt és egészséget kívánunk 60. születésnapja alkalmából.